Auch in diesem Jahr fand das Festival der Nationalitäten in Fünfkirchen auf dem Széchenyi Platz statt. István Aud, der Nationalitätenbeauftragte, sprach mit unserem Team über die Ursprünge der Veranstaltung. Egy kérés volt a nemzetiségi önkormányzatok részéről, hogy szeretnék a belvárosban, hogyha egy ilyen előkelő helyen, a Széchenyi téren lenne a nemzetiségi fesztivál. Ezért a negyedik nemzetiségi hagyományőrző fesztivált tartjuk itt a téren. Igazából ugye ez a mainak tulajdonképpen azért nagy jelentősége, mert ugye az önkormányzati választásoknál valaki leköszön, elnökök közül valaki ugye nyugdíjba vonul, úgyhogy tulajdonképpen nem lesz már teljes a csapat a következő részben. Így gondoltuk, hogy egy nemzetiségi alapot, amit az elmúlt 5 évben sikerült elérnünk, például a nemzetiségi ösztöndíj program, amit kifejezetten a nemzetiségi önkormányzatok kértek, szeretnénk, hogy ez a továbbiakban is fennmaradna, és ezek a rendezvények, hagyományok, amit az elmúlt években sikerült megvalósítanunk ezeket, szeretnénk, hogy a továbbiakban is folytatnák a nemzetiség önkormányzat, illetve majd az új nemzetiségi tanácsnak. Dieser Veranstaltung ging ein Programm namens Nationalitätenpicknick voraus, das sich im Laufe der Jahre zu einem Nationalitätenfestival entwickelt hat. Dies zeigt, wie beliebt diese Programme sind und wie die Nationalitäten in der Stadt in Frieden zusammenleben können. Valamikor ez 14-15-ben indult el egyébként egy nemzetiségi piknikként, amikor azt találtuk ki annak idején még talán nemzetiségi tanácsnokként, hogy ugye a városban vannak különböző nagy csomópontok, és itt van egy csomó nemzetiség, és menjünk el a különböző nagy csomópontokkal, ilyen nemzetiségi piknikkel. Voltunk Uránvárosban, Kertvárosban, itt a Széchenyi téren, voltunk itt a Jókai téren, voltunk kint Messesen is, és abból indult ez végül is tovább. Akkor az volt a lényeg, hogy az emberek ismerjék meg azokat a nemzetiségeket, amik a városokat lakják. Hiszen Uránban voltam bácsik, aki időt hozzám, azt mondta, nem is tudtam, hogy ilyesmi van a városban, hogy ennyi nemzetiségünk van. Szóval ez egy ilyen indítatás volt, vagy indulás volt. Azóta a nemzetiségi piknik egy nemzetiségi hagyományőrző fesztiválá bővült, nagyon sok színpadi programmal, nagyon sok gasztronómiával, meg azzal, hogy itt együtt tud lenni az összes pécsi nemzetiség. Van olyan emberrel, akivel mindig ilyenkor találkozunk, csak mert erre eljön, itt tudunk beszélgetni, megbeszélni azt, hogy egy éve mi történt vele, úgyhogy szerintem nagyon jó, és a nap folyamán nagyon-nagyon sok ember, pécsi polgár kilátogat, eljön, megkóstolja az ételeinket, beszélget velünk, vesz egy-két olyan dolgot, amit ilyenkor az általunk, vagy a mi nemzetiségénkhez tartozó vállalkozók termelnek, gyártanak, hoznak ide, kóstolónak, és aztán utána a különböző piacokon újra tudnak találkozni ezekkel az emberekkel. Tehát ez egy ilyen multi rendezvény, ha mondhatnám. Színpadon nagyon-nagyon nívós programok lesznek egész nap. Este egy ilyen táncszázzal zárul a projekt, úgyhogy szerintem lehet, hogy ebből többet is elbírna ez a város, de ez az egy, ez nagyon fontos, hogy van. Natürlich nahm auch die deutsche Nationalität an dem Fest teil. Wie alle anderen Gruppen bereiteten sie traditionelle Speisen und Getränke für die Besucher zu und förderten so die Pflege der Traditionen. Heute sind wir deutsche Selbstverwaltung mit traditionellen deutschen, ungardeutschen Sachen gekommen. Einerseits gibt es Stifolder bei uns, dann ein Kuchen, was man sonst bei den Schwaben eigentlich zur Hochzeit den Leuten anbietet. Und wir haben dank eines Projektes mit Schulkindern aus dem Valeria-Koch-Schulzentrum haben wir einen eigenen Wein. Schwein gehabt heißt dieses Projekt und Stifolder machen wir auch selbst mit den Kindern und das bieten wir den Leuten jetzt heute an und wir versuchen das auch traditionsgemäß zu machen, den Leuten das vorzustellen und Frösch haben wir für die Leute. Es ist wichtig für die Stadt, dass die Nationalitäten ihre Trachten und ihre Bräuche, ihre Esskultur zeigen können, da diese zeigen, wie bunt die Stadt ist. Eine solche Veranstaltung ist eine Gelegenheit, andere Nationalitäten kennenzulernen und es ist auch eine sehr gute gemeinschaftsbildende Veranstaltung. Én nagyon abban bízok, hogy itt
látják és érzik az emberek is, hogy együtt, annyira együtt tudunk dolgozni, egyszerűen magán a színpadon is, ahogy az előadások vannak, minden nemzetiség meg tudja magát mutatni, de amellett az, hogy különböző ételeket fogyasztunk, ez is kiegészíti egymást, tehát valahol az előétel van meg, valahol a desszertet készítik el, valahol meg a főétel az, ami igazából nekik a nemzeti étkük, és ezekből adnak kóstolót. Szerintem pont ettől szép Pécs városa, hogy így kiegészíti egymást a nemzetiségek, ez a sok színűség, ami a városban van, ami a különböző épületek, a különböző hagyományok, ezek mind Pécs, és én szeretem Pécset, és örülök neki, hogy a nemzetiségekkel együtt dolgozhattam. Das vierte Festival der Nationalitäten war auch dieses Jahr gut besucht. Dank der farbenfrohen kulturellen Darbietungen, der köstlichen Speisen und Getränke war der Hauptplatz der Stadt bis auf den letzten Platz gefüllt.